A Köszönjük Magyarország program célja, hogy a pandémiás időszak elmúltával a hivatásos előadó művészek továbbra is aktív szereplői maradhassanak a kulturális életnek. Továbbá, hogy a produkcióik által az újrainduló kulturális élet országszerte gyarapodhasson. A közönség pedig a tehetséges fiatal fellépőkkel, illetve hazánk neves előadóival egyaránt ingyenes feltételek mellett találkozhasson. Ennek keretében látogatott Bátaszékre Kristófi László, Fischer Eni díjas orgona művész is. Nagyon nagy segítség szerintem a művészeknek manapság, hiszen így könnyebb lehetőségük adódik fellépni, hiszen akár helyszínek megkereshetik őket, akár ők maguk is jelentkezhetnek koncertezni, és így anyagilag ezáltal támogatva vannak. Szerintem sokkal könnyebb így fellépéshez jutni. Ráadásul a program azt tűzte ki céljául, ami szerintem nagyon szép dolog, hogy főként vidéki és kisebb településeken legyenek ezek a koncertek. Ennek külön örülök, hiszen, mint tudjuk, a nagyvárosainkban pezsgő kulturális élet van, de kisebb helyszíneken, mint például akár Bátaszék is ide sorolható, sokkal kevesebb koncert vagy kulturális esemény van. Így mindig örömmel jövök ilyen helyekre, hogy kicsit az embereknek az orgona muzsikát bemutassam. Hát tulajdonképpen a koncert terve az egy zenei időutazás, a 17. századtól kezdve egészen a 20. század elejéig. Német és olasz, főként német és olasz zeneszerzők műveit játszom. Tehát barokk kortól elkezdve a klasszikus koron át, romantika, és a végén már a korai 20. század is megjelenik a koncert vége felé. A mai műsorból talán akit kedvencemként felsorolhatnék, az Johann Sebastian Bach, illetve magyarként nyilván Liszt Ferenc, akinek a művei szeretettel játszom, ahol csak tehetem, akár külföldön is. Ez az én egyéni véleményem, hogy Bach az egyik legnagyobb élt zeneszerző, aki valaha létezett. Liszt Ferenc pedig, hát, mint említettem, magyar volt, amiatt is különösen kedves számomra, de egyébként ő is a romantika egyik legnagyobb alakja, véleményem szerint. Kiskoromtól kezdve gyakran találkoztam ezzel a hangszerrel, sokat jártam templomba édesapám révén, és aztán zenéltem is, hegedültem, zongoráztam, de a végén 16 évesen az orgonánál kötöttem ki, úgyhogy 11 néhány éve már ezen a hangszeren játszom. A hangszer nagysága és sokszínűsége fogott meg valószínűleg, meg az, hogy ilyen csodálatos akusztikákban játszhat az ember, és csodálatos terekben. Szoktam járni Németországban, Erdélyben, Ausztriában, voltam már Olaszországban is, úgyhogy Európa szerte igen lehet mondani, hogy jártam már, koncerteztem.